Ortai Olivér századvég üzletág vezetője a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Aki nézte a Hír TV-t ma, nagy terjedelemben számoltunk be arról a jó hírről, hogy a MOL egy új olaj lelő helyet fedezett fel, egy új olajkutat sikerült fúrni a Tura közelében, ez Gödöllőtől nem messze. Mekkora szeletet tud biztosítani a magyar fogyasztásból ez az új lelőhely? Egy picit, hogyha megengedi szerkesztő úr, pontosítanék, a próba kitermelés kezdődött meg most a Turai kúton. Egyelőre 1000 hordó nyersolajat biztosít ez a forrás naponta. Úgy kell számolni, hogy Magyarország napi olajigénye körülbelül 160 ezer hordó, ebből a belföldi kitermelés 20 ezer hordó, és ennek egy tekintélyes részét. Akkor a belföldi kitermelés 5%-a? Így van, a kitermelés tekintélyes részét a MOL teszi ki, körülbelül 10 ezer hordót, valóban, ahogyan szerkesztő úr is mondta, a belföldi kitermelés 5%-a. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír jó, minden olyan találatnak lehet örülni, ami erősíti Magyarország belföldi kitermelését, energiaszuverenitását. Szerintem a független, energiafüggetlenség. Így van, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy Magyarország energia, teljes energia igényét továbbra sem lehet belföldi kitermelésből megoldani. Továbbra is Magyarország azért egy jelentős mennyiségű külső behozatalra, importra szorul. Múlt héten beszélgettünk itt a stúdióban az üzemanyag árakról, és Nagy Márton saját maga is úgy kommentált ma egy bejelentést, egy MOL bejelentést, hogy na ez egy jó hír, egy fontos lépés történt, 10 forinttal csökkentette a MOL a benzinnek az árát. Mekkora ez a lépés, hogy mi ennek a jelentősége? Szerintem ez egy fontos lépés, és rámutat arra, hogy nem szabad alábecsülni a puha beavatkozási eszközök hatékonyságát. Ugye múlt héten a kormányzat úgy döntött, hogy kemény eszközhöz még nem nyúl, de figyelmezteti a az ársapka szereplők. Szóba került a dinamikus ársapka, nem tudjuk pontosan, hogy mi lett volna az, de valóban az volt, ami ugye a sajtóban is megjelent, de egyelőre még nem vezetett be ilyen lépést, hanem ennek a bevezetését kilátásba helyezte. És hát úgy néz ki a MOL lépéséből, hogy a piaci szereplők reagáltak erre a lépésre. Arról szólnak a hírek, hogy 10 forinttal csökkent mindkét üzemanyag típus ára. Az, hogy ez a regionális árakhoz képest pontosan jelenleg a mai napon mit jelent, illetve mondjuk ezen a héten, az majd pénteken derül ki a KSH új összehasonlító elemzéséből. Azt tudjuk a múlt heti elemzés alapján, hogy mind a benzin, mind a gázolaj esetében a magyar árak 10 forinttal haladták meg, a gázolaj esetében 11 forinttal a szomszédos országok átlagárait. A regionális átlagáraknál nagyobb volt a különbség, ott több mint 20 forint volt mind a benzin, mind a gázolaj esetében. Kérdés, hogy az egyes országokban hogyan alakulnak ezekben a napokban az árak. Ugye az a kormányzati szándék, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a régió közép mezőnyében legyenek az árak. Így van, és Nagy Márton nyilatkozatai alapján ez nem csak egy szándék, hanem egy megállapodás is volt a piaci szereplők és a kormányzat között. Egyébként a szerkesztő úr által említett dinamikus ársapka is vélhetően ennek a megállapodásnak az érvényre juttatását célozta volna, vagy célozná, ugye ez majd a következő kormányülésen dől el Nagy Márton nyilatkozata alapján. Igen, tehát ha jól értem, akkor még tehát nincs végleges döntés, ezt egy pozitív fejleménynek tekinti a kormány, de gondolkodnak róla, és majd amikor legközelebb kormányülés lesz, nem tudom mikor, a jövő héten, akkor valami döntés születik? Vélhetően igen, a múlt heti bejelentés ezt sugallta, és hát pénteken látszik majd igazán, hogy mire elég ez a 10 forintos csökkentés. Tehát a múlt heti KSH elemzés alapján ezzel a szomszédos árakban tapasztalt átlagárakhoz visszacsökkent a hazai üzemanyagár, de könnyen lehet, hogy ezen a héten a szomszédos regionális összehasonlításban más országok árai is változnak.
Így valóban még néhány napot várni kell arra, hogy, hogy mi következik, de, még, de azt én is aláhúznám, hogy ez egy nagy és fontos lépésnek tekinthető. Ön számított rá, hogy menni fog szép szóval? Én reméltem, hogy menni fog szép szóval. Általánosságban abban hiszek, hogy a kemény kormányzati beavatkozások, hogyha nincs rájuk szükség, akkor kedvezőtlenebbek, mint hogyha a piac önmagától alkalmazkodik és megoldja a helyzetet. Úgyhogy bíztam benne, hogy így lesz, de nyugtával dicsérjük a napot. Beszéljünk egy kicsit, ha már itt az üzemanyagoknál tartunk, az elektromos átállásról. Ugye Európa kitűzött egy céldátumot, 2035-öt, amikor tól már nem lehetne belső égésű üzemanyaggal hajtott kocsikat árulni, benzinautókat nem lehet, csak elektromosat lehet. Ugye önöknek van egy felmérésük, önök készítettek egy vizsgálatot. Mennyire támogatják az európaiak egyáltalán? Ez egy politikai döntés volt. Az emberek részéről mekkora támogatottsága? A századvég 2016 óta készít európai szintű közvéleménykutatásokat minden évben, és igyekszünk a legforróbb közéleti témákban megkérdezni az európaiak véleményét. Az új kutatásunk nemrég zárult, április közepén vettük fel az utolsó adatokat, és hát nem is olyan régen kaptam meg az eredményeket, és valóban a múlt héten kiadtuk az első közleményt ennek kapcsán, ami a szerkesztő úr által felvetett kérdésre vonatkozik, és aminek az lett az eredménye, hogy az Európai Uniós átlagot tekintve a polgárok csak nem kétharmada elutasítja, ellenzi ezt a 2035-ös tiltásra vonatkozó, eredetileg brüsszeli, aztán az Európai Parlament által tavaly februárban elfogadott döntést. Tudnélik, tisztában vannak vele, hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak már ma is. Túl gyorsnak, túl drágán? Nézve. Nagyon súlyos károkat okoz a járműgyártóknak, és nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió húzóágazata a járműgyártás. Talán ez az utolsó olyan ágazat, ami igazán exportképes, kiemelkedően nagy foglalkoztató. A kutatásfejlesztési költések jelentős része itt összpontosul, így hogyha ez az iparág leépül, versenyhátrányba kerül más nagy régiókkal szemben, az az Európai Unió egészére nézve nagyon problémás lehet. Szintén egy friss hír, hogy egy kínai vállalat bemutatott egy olyan dízelmotort, aminek a termikus hatásfoka 53%, a jelenlegi értékesített dízelmotoroké tipikusan 46%, ez egy áttörő újítás. Kína azért képes így innoválni, mert Európában már nem nagyon éri meg dízelmotort fejleszteni, és ezért az európai legkiválóbb fejlesztőmérnököket Kína könnyen magához tudja csábítani. Ha a szerkesztő úr még megengedi egy dologgal kiegészíteni, jövő hét kedden lesz a századvég Európa projekt konferenciája, amelyen részletesen is bemutatjuk, nem csak ezeket az eredményeinket, de a kutatás legfontosabb eredményeit más témákban is, háború kérdéskörében, energetikában, gazdaságban is, és így tovább. Még nyitott a regisztráció lehetősége, úgyhogy ajánlanám mindenki figyelmébe. Hortai Olivér, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.